Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A mai témában azzal kezdünk, hogy rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett a hat ellenzéki párt. Szerették volna, hogyha a kormány visszavonja a katatörvényt, illetve a rezsicsökkentés csökkentésével kapcsolatos rendelkezéseket. Annak ellenére is, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője már korábban közölt azt, hogy a kormánypárt képviselői nem vesznek részt az ülésen, így aztán előre borítékolható volt, hogy nem lesz semmilyen jelentősége tulajdonképpen ennek az ülésnek, illetve hogy volt-e, lehet-e, na ezt a témát is megbeszéljük majd a mai vendégekkel. Már is mutatom, hogy kik vannak itt. Itt van Arató Gergely, a DK frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Antal Attila, politológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Tompos Márton, a Momentum frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És mielőtt belevágunk, nézzünk is akkor meg egy összefoglalót arról, hogy mi történt ma a parlamentben, hogyan alakult ez a bizonyos rendkívüli ülés. Üresen maradtak a kormánypárti képviselők padsorai a parlamentben. A mai ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vesznek részt. Az ellenzék azért kezdeményezett rendkívüli ülésnapot, mert azt akarták elérni, hogy még a hatályba lépés előtt eltörölje az országgyűlés a katatörvényt. Gondolom nehéz ilyenkor ott hagyni az adjai aktokat, különösen elromlik a motorcsónak. Emellett 6 javaslatot is benyújtottak a megélhetési válság kezelésére. A DK azt követelte, hogy a kormány vonja vissza a rezsitörvényt, az LMP klímabérlet bevezetését sürgette. 5000 forintért lehetne használni a MÁV, a Volán és a BKV közlekedési eszközeit Magyarországon. Egyértelműen ki kell mondani, hogy a közösségi közlekedést kell támogatni. A Jobbik a tűzifa és az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni. A rezsiszámlák áfa tartamát nullázzuk le, ne tegyen zsebre plusz bevételt az Orbán kormány azon, hogy a jó rész piacosított rezsiszámlák összege többszörösére növekedhet. A Mi Hazánk is a magas áfa és a romló gazdasági helyzet miatt ostorozta a kormányt, de Torockai László a DK-t és az MSZP-t is bírálta. 20 milliárd dollárra nőtt az önök előtt pártja miatt, a magyarországi államadósság. Tehát innen indultunk. Ezt rontotta el, értem, hogy üvöltenek, fáj az igazság végre, megkapják a szemükbe, de ugye ezt súlyosbította a Fidesz kormány. Sajnálom, hogy nincs itt a Fidesz, de a Fidesz szatellitpártja viszont itt van. Az MSZP a lakóépületek korszerűsítésében látja a megoldást, amit szerintük az államnak kellene finanszíroznia. Kérem, szavazzanak! Az ülés végül mindössze 40 percig tartott. A kormánypárti politikusok távolmaradása miatt ugyanis az határozatképtelen lett. Na kezdjük akkor innen, amit már a bevezetőben pedzegettem, hogy mennyire volt jó ötlet összehívni a hat ellenzéki pártnak ezt a rendkívüli parlamenti ülést, hiszen lehetett tudni, akár már az előzményekből, hiszen erre már számtalanszor volt példa, illetve mondom, Kocsis Máté ugye bejelentette, hogy nem lesznek ott a képviselők, tehát egész biztos, hogy nem lehet határozatképes az ülés, amúgy se lett volna rá túl sok esély, szóval jó ötlet volt ez? Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy legalább világos képet látott mindenki az országba. Akkor, amikor egyébként tényleg egy rendkívül súlyos helyzet van, amikor egyszerre van gazdasági válság, szociális válság és klímaválság, akkor lehetett látni azt, hogy mindez a Fidesz lényegében nem érdekli. Nem foglalkozik vele, nem védi meg az országot. Persze túl sok mindent ilyenkor, abban az értelemben nem lehet elérni, nem tudunk túl sokat változtatni. De hát mi azt tudjuk megtenni, amire lehetőségünk van, és mi ezt megtettük. És szerintem az fontos és világos, hogy látható legyen a különbség ebből a szempontból is a kormány és az ellenzék között. Mennyire volt, a szakértők ugye arról beszélnek, hogy eléggé megkésett volt az ellenzéknek a reakciója, tehát egyáltalán az, hogy bármit is kezdeményezett. A rendkívüli parlamenti üléssel kapcsolatban pedig ugye hasonló akciók eddig mindig meghiúsultak, tehát tulajdonképpen borítékolni lehetett, hogy ez lesz az eredmény. Igen, de azért ezt nem abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy mennyire sok mindent fog majd elérni az ellenzék, hanem azt érdemes nézni, hogy az ellenzéki pártok mozgástere az olyan szinten korlátozott a jelenlegi rendszerben, hogy ami van, azzal viszont élni kell. Tehát, hogy tudunk pultozni, tudunk kopogtatni, tudunk népszavazásra gyűjteni, és tudunk rendkívülit összehívni, tehát, hogy minden egyes eszközt, ami nekünk elérhető, azzal muszáj élni, mert hogyha meg nem tesszük meg, akkor meg az a baj, hogy miért nem csináltuk meg.
A lassúságot pedig én úgy látom, hogy ha jól tudom, a pártok koordináltak, a pártok vezetői beszéltek, mindenki megtalálta a maga beterjesztendő ügyét, mi ugye a Katával foglalkoztunk, szerettük volna, hogyha sávossá teszik ezt, nem eltörlik, hogyha inkább a vizsgálatokra mennek rá, és így tovább. De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mi mellett állunk ki? Ez egy kötelező kör volt, amit meg kellett futni. Tudtuk, hogy ez nem fog a parlament falain belül olyan nagy eredményt elérni, ezért is volt egy B-tervünk, ezért volt egy demonstrációnk, amivel az ott lévők üzenetét el. Igen, beszélünk majd még erről, megkészítettünk arról is egy anyagot. A politológus szemével mennyire volt eredményes ez az akció? Mennyire fért bele ebbe a keretbe? Volt egyébként olyan értelmezés, hogy inkább csak az ellenzék politikai lelkiismeretének a megnyugtatására lehetett talán elegendő, de hát, hogy ő másképp látja. Hát inkább állampolgárként tekintenék mindenre, nem elsősorban ilyen szakmai szempontból. Nyilván lehet azt látni, hogy van egy dű a társadalomban. Szerintem az ellenzéki erők ezt jól mérik fel, hogy a választásisok és az elhangzott válságok, egymásra halmozódó válságok, azok a magyar társadalmat nagyon-nagyon jelentős mértékben érintik, és ahogy itt a egyenes beszédben is elhangzott, érinteni fogják a fűtési szezonnak az elindulásával. Ugyanakkor, és ez egy fontos kérdés, hogy mitől van ez a dű? És amíg az ellenzéki erők nem tudják jól megfogalmazni, jól megérteni azt, hogy mitől van ez a dű, addig nem biztos, hogy be tudják ezt a dühöt csatornázni, ki tudják elégíteni, hiszen hogyha azokat a vágyakat, amik ugye itt megjelennek, hiszen ha hétvégén is ugye láttuk a különböző eseményeket, akkor megfogalmazódik egyfajta ellenzékváltó attitűd is itt a magyar társadalomban, hogy az Orbán rendszer egy dolog, de az ellenzéken érezhető az, hogy nem tud valós alternatívát állítani. És hogy itt elhangzott egy fontos szó, hogy kötelező kör. Az embereknek elegük van a kötelező köröknek a megfutásából. És én, és azt gondolom, ezért mondtam, hogy állampolgárként szólnék a kérdéshez, állampolgárként azt látom, hogy parlamentáris keretrendszerben a NER ellen nem lehet fellépni. És itt visszalépnék egy picit a választáshoz. Ezért volt szerintem egy óriási felelőtlenség, amit az ellenzék a választási kommunikáció során mutatott, hogy részt veszünk ebben a színjátékban, lefújtjuk ezeket a kötelező köröket, ugye a választásnak a kötelező köreit, majd utóbb azt mondja, legalábbis bizonyos ellenzéki erők, például a DK, hogy törvénytelen a kormány. Akkor most részt vettünk egy törvénytelen játszmában, asszisztáltunk egy törvénytelen választáshoz, és beülünk a parlamentbe. Na ebből van elege a választópolgárnak, hogy az ellenzéki erők alibiznek, és nem mondják meg, hogy fekete vagy fehér, hanem a szürke 50 árnyalatát játsszák, hogy ha szabad így fogalmazni. És ez okozza a társadalom. Nem csak az Orbán rendszernek a társadalmat feszítő, vérlázító, antihumános intézkedései, hanem hogy erre nem tud az ellenzék megfelelő választ adni. Hát mondjuk azért én kicsit ezt másképp látom. Ugye ezt nekem gondoltam. Itt a, mert ugye én a választóimban beszélek itt Kőbányán és Kispesten, és el kell árulnom, hogy nekik nem ez a problémája. Természetesen minden állampolgár véleménye fontos, az öné is, mint állampolgári, de hozzám nem evel jönnek az emberek. Hozzám avval jönnek itt az emberek, hogy mi lesz a fűtéssel, hogy mi lesz a rezsivel. És egy parlamenti vitanap mit adott a fűtés kérdéséhez? Azt mondja, hogy miért nem mutat alternatívát az ellenzék. A készülünk az alternatíva? És ebben igazam van, az ellenzéknek alternatívát kell mutatnia. Kiírjuk a Facebookra, hogy készülünk az alternatíva. Az alternatíva mutatásához pedig bizony az kell, többek közt, hogy megmutassuk a parlamentben is azt, hogy van elképzelésünk arról, hogy mit csinálnánk ezzel az országgal. Mert anélkül nincs alternatíva. Tehát ugye azt mondani, hogy az ellenzék maradjon csöndbe, vonuljon ki a parlamentből, vonuljon ki a közéletből, ne írjon a Facebookra, ugye ezt is elmondta, akkor hogyan mutasson? Gyurcsány Ferenc miért ír a Facebookra, hogyha nem szavaz a mai napon? Gyurcsány Ferenc nem szavazta meg a mai határozatot. Hol volt a parlamentből Gyurcsány Ferenc? És ennek most mi köze van ahhoz, hogy az ellenzék mutat-e alternatívát? Az, hogy a Facebookon lehet lovagolni, közösségi médiában lehet huszárkodni, de amikor ott van, ön azt mondja, hogy ez egy valódi aktus, egy tett volt, akkor miért nem volt ott a... De a valódi aktus, a valódi tett az volt, hogy elmondtuk azt, hogy mit gondolunk, azt, hogy mit képzelünk el, és hogy erre teremtett lehetőséget a parlament ülés. Hozzáteszem, ma is azért lehetünk itt, hogy erről beszéljünk, mert egyébként volt ez a parlament ülés. Szerintem az nem jó, hogyha lebecsüljük azt, hogy az ellenzék él azokkal az eszközökkel, amelyek a rendelkezésére állnak. Szerintem egy olyan helyzetben, pontosan abban az aszimmetrikus helyzetben, amiről beszélt, abban a helyzetben, amikor ugye most éppen ebesz papírunk van arról, hogy a választásokon a Fidesznek mennyi előnye van, akkor abból nem az következik, hogy az ellenzék még arról is mondjon le, ami lehetősége van, csak hanem éppen ennek az ellenkezője. Nem tudom, nem azt, hogy megadja meg a lehetőséget. Törvénytelen rendszer parlamentjében a DK miért ül bent? Ez egy törvénytelen kormány,
de ugyanakkor semmilyen eszközt nem hagyunk ott a Fidesznek. Akkor nem kellett volna kimondani. Egy törvénytelen, illegitim és igazságtalan rendszer parlamentjében egy demokratikus ellenzéki erő nem ül be, hogyha ezt így végigviszik. Egy törvénytelen rendszerrel szemben kötelessége harcolni, és kötelesség ott, és minden lehetőséget meg kell erre ragadni. És én nem mondhatom azt a választóimnak, hogy hát bocsánat, de Antal úr azt mondta, hogy én nem menjek el a parlamentbe képviselni őket. Nem ezt mondtam, ezzel hitegetni a választókat. Nem kell félrevezetni a választókat, és azt mondani, hogy az egész rendszer törvénytelen, meg kell mondani, hogy milyen tekintetben. Ebből van elege a választó. Engedjék meg, hogy tovább lépjünk. Hogy tovább is olvassa azt a Facebook posztot, amire hivatkozott, akkor abban megtalálja, hogy szerintem milyen értelemben törvénytelen. Hagyjunk innen tovább, mert úgy ugye arról volt szó, hogy milyen válasz van erre, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak a Fidesznek a válaszáról, ez kétféle válasz is van erre, és hát olyan nagy meglepetést ugye nem fog okozni. Kocsis Máté fogalmazott a következőképpen, hogy miért nem mentek el végül is erre a parlamenti ülésre. Gyurcsány megmondta, hogy újra készülődik, vissza akar térni a hatalomba, és ehhez most ismét össze is terelte az összes kis tagozatát, akik szolgáljan azt csinálják, ami Gyurcsány Ferenc mond nekik, és neki készíti elő a terepet. Európa a háború és a brüsszeli szankció következményeit szenvedi, de a magyar családokat Európában egyedülálló intézkedések védik az árak, az energiaárak drasztikus emelkedésétől. Ezt tehát a Fidesz, illetve egész konkrétan Kocsis Máté mondta. Tehát a Fidesznek van válasza, ezt eddig is hallottuk. A Fidesznek arra volt válasza, hogy most kezdeményeztük ezt az ülést. És viszont egy dolgot emelnék ki ebből, mert ez a gyurcsányozó szokásos szöveg, ez egy dolog, de amit Antal úr mondott, azt szerintem kifejezetten fontos, egy ilyen ülés nem fogja becsatornázni, vagy akár csak kiengedni azt a társadalmi feszültséget, amit ezek az intézkedések okoznak, se a katásoknál, se a rezsicsökkentés eltörlése, rezsihazugság kapcsán, se egyik másik kapcsán sem. Amit viszont a kommunikében a Fidesz állít, hogy ez az ellenzék így egyben, azt, hogyha megnézzük az elmúlt két hónapot, az egy fals megközelítés. Tehát volt a saját nevemben tudok beszélni, Arat úr majd beszél a DK nevében, a többi párt képviselő beszél a saját nevében. Mi 6 különböző helyen szerveztünk tüntetést az országban, Budapesten kívül, szerveztünk Budapesten is, csináltuk ezt a demonstrációt, és tudjuk, hogy ezzel nem fogjuk megváltani a világot, de ha erre azt mondani, hogy minden ellenzéki párt egyben ugyanazt csinálja, semmi, az pontosan az a fideszes narratíva, amit ebből a kommunikéből is látunk. Ez nem így van, különböző dolgokat is gondolunk a világról, ahogy egyébként ugye az EU-s népszavazás kapcsán is ez elő fog jönni. Azt kérem, hogy vegyünk egy nagy levegőt, szerintem mindannyian, egy pár perc szünetet tartunk csak, de rengeteg kérdés van még ezzel kapcsolatban, és természetesen szó lesz erről az Újhely István által javasolt népszavazásról is, hogy ennek milyen következménye lehet, és mit javasolhat ezek után az ellenzék ezzel kapcsolatban, úgyhogy már is folytatjuk. Köszöntöm Önöket újra, és akkor folytatjuk, és a műsort ugye arról beszélgettünk, hogy mennyi értelme volt, vagy nem volt a rendkívüli parlamenti ülésnek, amit az ellenzék 6 pártja kezdeményezett, és illetve arról beszélgettünk, hogy vajon az ellenzék miért nem tudja esetleg becsatornázni azt a dühöt, ahogy ön fogalmazott, azzal kapcsolatban, ami most a társadalomban meghúzódik a különböző intézkedések következtében, és ugye bemutattam azt a indoklást, amit a Fidesz nyújtott ezzel kapcsolatban, egy Gyurcsányt mondták, hogy ez a fő oka annak, hogy miért nem mentek el a parlament mai rendkívüli ülésére, illetve kitettek utána a Fidesz Facebook oldalára egy másik posztot is, ami sokkal rövidebb volt, már is mutatjuk, hogy mit emeltek, illetve itt az indoklás látják, a fő szöveg az volt, hogy a baloldal hiteltelen, méghozzá azért, mert hogy a háborús válság időszakában sem támogatta a magyar családok védelmét szolgáló intézkedéseket, illetve újra felhozták azt, hogy a bevezetésétől kezdve támadták a rezsicsökkentést, a kata adónem bevezetését meg sem szavazták, adócsökkentést szorgalmaznak, azonban a jövő évi költségvetéshez összesen 3200 milliárd forint nagyságrendű adóemelési javaslatot nyújtottak be, és kampányoltak azon szankciók mellett, amelyek az energia áremelkedések fő okozói, és most már óriási terheket rónak az európai gazdaságra, és aztán ez volt az oka annak, hogy nem mentek el erre a parlamenti ülésre. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen indoklást hozott a Fidesz, ezek mennyire elfogadhatóak a társadalom számára, mennyire fogadják be mondjuk ezeket az indokokat, vajon? Hát pont a társadalmi feszültség levezetéséről beszéltünk, hogyha ilyenkor az a válasz rá, hogy azért nem, mert a másik rossz dolgot csinált, az egy olyan óvodás érvelés, ami most, ha még félreteszem azt is, hogy hazugság, ez a szankciós érv, meg az, hogy a háború miatt vannak a különböző válságintézkedések,
hogy olyan megint egybe mosnak minket úgy, hogy a Momentum még nem is létezett, amikor ezeket az állítólagos meg nem szavazások megtörténtek. Tehát, hogy ha félreteszem az összes sületlenséget, hazugságot, ferdítés és ostobaságot, akkor sem segít a társadalomnak, hogyha azt mondják, hogy mi egyébként azért nem foglalkozunk a ti ügyeitekkel, mert a másik oldal az mit csinált korábban. Tehát, hogy ettől ki van beljebb, azt hiszem senki. Uh-huh. De mégiscsak működik valami miatt, ugye majd mindjárt megnézzük a Momentum kezdeményezését, ugye sokan felhozták, hogy elég kevesen voltak rajta, és hogy hogyan lehetne becsatornázni ezt a dühöt például. Ezek az indoklások valami miatt mégiscsak működnek, hiszen az emberek nem mennek ki az utcára, nem tiltakoznak, vagy legalábbis nem nagyon láttuk. Volt persze a kata törvény után néhány napig kim voltak, de ezek a demonstrációk megszűntek. Nyilván a düh, ami ott van a társadalomban, az messze nem szűnt meg. Egyébként az óvodásokat szerintem nem érdemes bántani, sokkal okosabbak, mint a sok felnőtt, de komolyra fordítva a szót. Ugye eddig a Fidesz megszokta azt, hogy tud egy társadalmi felhajtó erőt képezni, és a társadalomban lévő dühöt ő maga gerjeszti, lásd menekült és bevándorlás ellenesség, lásd a koronavírus szituáció, és lásd a háborús válsághelyzet, és ugye legutóbb pedig ugye az energia vészhelyzet. Megjegyzem, mindegyiket a Fidesz fújta fel nagyon sok szempontból, tehát ez egy érdekes kérdés, hogy valóban van egy válság, de a Fidesz rátesz egy lapáttal. És most itt van egy helyzet, és ezért mondtam azt, hogy van egy dű, amiből lehetne ellenzéki oldalról építkezni, amit 12 év után először nem nagyon tud kezelni. Látszik, hogy a Fidesz kapkod ebből a szempontból, és itt van egy beavatkozási pont. És én erre mondtam azt, hogy alkotmánybírósághoz fordulni, ombudsmanhoz fordulni, bizonyos szempontból a bírósághoz fordulni, rendkívüli parlamenti vitanapot kezdeményezni, az egy NER-en belüli valami. És az ellenzéknek 12 év után ki kell lépni a NER-nek a vonzás körzetéből, és egyébként ettől fél a NER leginkább, hogy megtalálja az ellenzék azokat a pontokat, hogy hogyan tud NER-en kívül létezni, még hogyha nagyon sok szempontból a NER-be is van ágyazódva az ellenzékbe. De képzeljük el azt a szituációt, hogy ugye Molnár Zsolt ott tart sajtótájékoztatót a Balatonparton, hogy az alkotmánybírósági eljárással sikerült megvédeni a beépítéstől a balatoni régiót, ami nagyon fontos sok szempontból, de összehoz egy törvényt a NER arról, hogy mindez semmis. Alaptörvényt írt felül a NER számtalanszor az elmúlt 12 évben. Melyik bíróság, melyik alkotmánybíróság, melyik alkotmánybíró fogja kimondani azt például, hogy öko és genocídium klímavészhelyzetben fákat kivágni és a kormányzat részéről fakivágásra buzdítani a magyar társadalmat? Semmelyik. Erre mondom azt, hogy itt az ellenzéknek a magas labda, ezzel kell dolgozni. Uh-huh. Szerintem részben egyetértünk, de csak részben. Mert az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy bármelyik eszközről lemondjon. Szerintem vannak, nem érdemes illúziókat táplálni, nem lehet azt gondolni, hogy alkotmánybírósági beadványokkal, hogy ezt a kedvenc példámat mondjam, túl sok mindent el lehet érni. Hát ez az alkotmánybíróság, majd fogunk róla beszélni a népszavazás kapcsán is, ez az alkotmánybíróság ugye egy NER kompatibilisen egyoldalúan legyártott alkotmánybíróság. De hát én azt gondolom, hogy nem. Ez a fajta érvelés, amit a Fidesz most csinál, ez nem működik. Ha működne, akkor ott ültek volna a parlamentbe, legalább az ügyeletes államtitkárokat beküldték volna, hogy elmondják a szövegeiket. Ugye ez a menekülés, hát ami ma történt, az arról szól, hogy nem merünk oda menni, nem merjük vállalni a ilyen-olyan módon korlátozott, de mégiscsak létező vitát a parlamentben, hanem hát a Facebookra nagybátran kiírjuk azt, hogy ti meg egyébként, és akkor itt valóban egy alternatíva valósággal semmilyen viszonyban nem lévő értelmezése következik az elmúlt 10 évnek. De az nagyon fontos, amit Márton is mond, hogy egyébként ettől senki nem nyugodott meg, aki amiatt retteg most, hogy nem tudja, hogy mennyi lesz a rezsiszámlája, vagy tudja, hogy mennyi lesz a rezsiszámlája, de nem tudja, hogy miből fizesse ki, nem tudja, hogy egyébként hogyan vegye meg a tüzelőt térre, vagy aki nem tudja, hogy mit tud megvenni a jövő héten a boltba, mert látja azt, hogy 20-30-40%-kal megy föl az áruknak az ára. Ez ma, most, ebben a helyzetben ez a bevált fideszes mellébeszélős recept, ez nem működik. És szerintem ez fontos megmutatni mindenféle módon. Ezek az eszközök nem kizárják egymást. Tehát néha úgy szoktunk gondolkozni, hogy most döntse el az ellenzék, hogy tüntetés szervez, vagy nem tudom, parlamenti ülést tart, vagy ír a Facebookon. Ezek nem egymást kizáró történetek. Minden eszközzel élni kell, minden eszközt föl kell használni annak érdekében, hogy ezt a rendszert gyengíteni lehessen. És bármennyire is nem tetszik, de készülni is kell, igen, készülni kell arra,
hogy a Fidesz csődje után egyébként muszáj megmutatni azt, hogy az ellenzék, és én értem mindig ezeket a finom különbségtételeket Márton részéről, de az ellenzék együtt lesz képes arra, hogy rendbe hozza ezt az országot, és megoldja azoknak az embereknek a problémáit, akik ma rettegnek. Együtt tudjuk megvédeni az embereket. Beszélj majd arról, hogy mennyire gondolkoznak egyben a különböző ellenzéki pártok, akár a DK és a Momentum, de mielőtt ebbe belemennénk, beszélj már egy picit arról, hogy hogyan ezeket az eszközöket milyen formában lehet felhasználni, amikről itt szólt, vagy amit például a Momentum ma kezdeményezett, ugye a parlament elé lehetett ma menni az embereknek, és elmondhatták azt, hogy mi a véleményük az intézkedésekkel kapcsolatban. És hát akkor ugye felvetődött, hogy hát nem igazán voltak sokan, sőt, nagyon kevesen voltak, hogy ez mégis hogy nézett ki, nézzük meg erről egy rövid anyagot. Nem hagyta szó nélkül a Momentum, hogy Orbán Viktor nem vett részt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésnapon. Az ellenzéki párt ugyanis a Kossuth téren tájékoztatásuk szerint összegyűjtötte az emberek üzeneteit, majd a nép üzenetét tartalmazó molinókat felvitték a Karmelita kolostorhoz, a miniszterelnök hivatalához. Az odavezető úton felállított kordonokig jutottak, a vasrácsokra pedig kifeszítették a két leplet. A párt frakcióvezető helyettese szerint így majd a miniszterelnök a nyaralásból hazatérve láthatja, mit üzennek neki a magyarok. A rendkívüli ülés után kijöttünk a Kossuth térre, és odahívtuk az embereket, hogy írják fel Molinóra, hogy mit üzennek a kormánynak, és mit üzennek a miniszterelnöknek. És felhoztuk ezt a két Molinót, most felhoztuk a Karmelitához, és ki fogjuk ide rakni, hogy amikor hazatér Orbán Viktor a nyaralásából, akkor lássa azt, hogy mit üzen a magyar nép neki. Hát ugye két kérdés is adódik ebből a helyzetből, amit itt láttunk. Az egyik az, hogy Orbán Viktor valóban nyaral, ugye erről volt egy hír, hogy mi történt a motorcsónakjával, tehát láthatóan föl sem merült az, hogy jelen legyen ezen az ülésen, hiszen nyaral. Na de hát a bánatba. Tehát most akkor nem akarom még egyszer, de maga a kormány ismeri el, hogy háború van a szomszédban. Van vagy háromféle veszélyhelyzet kihirdetve. Az emberek egyébként félnek, úgy érzik, hogy nem védi meg őket senki, akkor nem az a dolog rendje, hogy a miniszterelnök most mindegy, hogy eljön az ellen, nem mindegy, tehát jöjjön el, és van egy szabályos parlamenti ülés, akkor vegyen rajta részt, de oké, nem vesz rajta részt, akkor más módon. Tehát nem azt várják az emberek, hogy most a miniszterelnök nyaraljon az Adrián, és közben jó kívánságaikat küldje haza, meg azt üzenje, hogy dolgozzanak többet, és akkor majd terik a rezsire. Tehát ne vegyük már most ezt természetesnek. Most nem egy normális nyár van, amikor a politika is elmegy szabadságra. Most egy olyan nyár van, amikor egy brutális rezsiemelés és egy brutális infláció és egy elképesztő klímakatasztrófa sújtja az országot. Az lenne a dolga a kormánynak, a Fidesznek, hogy itt legyen és próbáljon az emberek problémáira megoldást, hogy védje meg az embereket. Ezt nem teszik meg, ezt mutatta meg a mai parlamenti ülés is, ennyi értelme és ennyi haszna biztosan. Ugye mi beszélünk majd arról, hogy hogyan alakul az inflációs helyzet, rezsihelyzet és az energiaválság, tehát hogy mire lehet majd számítani az emberek, mire készülhetnek, de egy picit térjünk vissza, hogyha ekkora probléma, akkor miért nem mentek olyan mondjuk tömegével, tízezrével mondjuk a Momentum kezdeményezésére és üzentek Orbán Viktornak, nem tudom, hogy hány üzenet volt, néhány darabot láttam. Két molinó az nagyjából tele volt, de igazából többen voltak a Kossuth téren, mint ahány fideszes volt bent a parlamentben, ha ezt vehetjük sikernek. Nullához képest ez hát ugye, nem, kettő, mert ugye jegyző meg levezető okay. Elnök, de igen, ahhoz képest. Igazából ez megint ahhoz vezet vissza, amit Antal úr mondott. Becsatornázni azokat az elégedetlenséget, azt a dühöt, ami a társadalomban van. Bármit változtat az, hogy most az a X ember, aki ott volt, az fölvihette az üzenetét, vagy fölkerült az üzenete a Karmelitához? Lehet, hogy nekik igen. Azok, akik a megafonban, a momentumos megafonban elmondhatták például az üzeneteiket a katás tüntetésnél, az első katás tüntetésen a Margit hídon, megváltoztatta az egész országot? Megváltoztatta a katás tüntetést? Megváltoztatta a katának a helyzetét? Nem. De azoknak az embereknek rengeteget számított, és mivel annyira szétvert helyzetben van az ellenzék, legalábbis az ellenzék eszköztára, hogy ha egyesével megyünk tovább, tüntetésről tüntetésre, emberről emberre, akcióról akcióra, akkor van esélyünk építkezni, úgyhogy ez így beleillik ebbe a sorba, minden kritikával együtt. Ez egy picit
tragikomikus, amikor a miniszterelnöknek az inge próbálja meg felvenni a versenyt az ellenzéknek a napirend formálásával. Úgy tényleg ebből a szempontból egy ilyen társadalmi felelősségvállalást is láthatunk, hogy az ellenzék próbálja azt prezentálni, hogy akkor ők itthon vannak, csinálják a dolgokat, stb. Stb. A Fidesznek ez az antihumánus attitűdje tükröződik, azt gondolom, ezekben a közleményekben is, és abban, ahogy a miniszterelnök hát tulajdonképpen viccet űz a társadalmi tragédiákból, amit ugye politikusként megpróbál kapitalizálni, tehát ez egy teljesen kognitív diszonáns helyzet, ami mutatja azt, hogy hol tart Magyarország. De három szempont, ami itt az ellenzék számára szerintem kiinduló pont lehet. Az egyik ugye a humanizmus. Azt gondolom, hogy bármilyen fragmentált is az ellenzék, azért szerintem nem annyira egységes, mint amennyire itt próbálták prezentálni. Ugye a humanizmus összeköt bennünket, és az Orbán rendszernek ez a válságkezelése, bármelyik válságkezelése, koronavírustól kezdve az energiavészhelyzetig, mutatja azt, hogy az Orbán rendszer a tőke pártjánál. És ezt az ellenzéknek meg kell mutatni, és be kell bizonyítani azt, hogy a tőkéhez képest az embereket támogatják. A kisvállalkozót, a kisadózót, a tanárt, a pedagógust, az egészségügyben tönkremenő beteget és ápolót, stb. Stb. Tehát végre húzni kell egy vonalat, és azt gondolom, hogy enélkül nem fog tudni kitörni az ellenzék. Másrészt nem mennyiségi kérdés a dolog, tehát ezzel a Budapest centrikussággal szerintem szakítani kell. Tehát, hogyha az ellenzék nem találja meg azokat az utakat, hogy vidékről hogy tudja becsatornázni azokat az erőket, amik tényleg ott vannak, akkor nem fog tudni előrelépni. És a harmadik szempont a félelemnek a kérdése. Nem csak azért vannak kevesen, mert nem akarnak oda menni, nem tud, ez egy ilyen társadalmi, strukturális helyzet. Hát valaki nem tud vidékre felutazni Budapestre, pedig egyetért, megosztja azt a bejegyzést, stb. Stb. Tehát, hogy itt strukturális kérdésekről van szó, és félelemről. Tehát meg kell találni az ellenzéknek azt, hogy tud bizalmat építeni a társadalomban, mert egyszerre félnek az ellenzéktől, mint abból a szempontból, hogy csalódást okozott nekik nagyon sok szempontból az elmúlt hónapoknak a politizálása, és félnek az Orbán rendszertől. Hogy tud az ellenzék bizalmat építeni, és a félelemnek az ördögi köreit feloldani? Ezt kell az ellenzéknek tenni. Most jutottunk el oda a pontra, ahol valóban egyetértünk. Ugye én is ezt gondolom, és azt gondolom, hogy minden kis téglának van szerepe. Minden dolognak, minden amit teszünk annak érdekében, hogy több ember értse meg azt, hogy milyen ez a rendszer, hogy több ember értse meg azt, hogy van alternatíva, hogy világos legyen az, hogy nem számíthatnak védelemre ettől a kormánytól, és világos legyen az, hogy az ellenzék hajlandó és képes megvédeni az embereket, és én elfogadom, hogyha most azt mondja, hogy ezért nagyon sokat kell még dolgozni az ellenzéknek, hogy ez így legyen, de azt gondolom, hogy minden, ami ehhez hozzájárul, ez fontos, és tényleg van olyan tüntetés, ami hát nem mozgat meg nagy tömeget. De az is egy esemény, az is egy lehetőség, és biztosan lesznek sokkal nagyobb tüntetések is, vagy én nagyon bízom benne, és szeretnénk mi sokat megtenni azért, hogy legyenek majd olyan események is, ahol többen vannak. És nagyon fontos az is valóban, hogy nem csak az a lényeges, hogy Budapesten hányan jönnek el egy tüntetésre. Legalább ennyire fontos az, hogy az országban hány helyen tudjuk megmutatni azt, hogy van alternatívája az Orbán rendszernek, hogy van másfajta elképzelés, mint az Orbán rendszer. Folytassuk akkor innen, ugye sokat beszéltünk arról, hogy hogyan alakul az infláció, hogy hogyan alakulnak az élelmiszerárak, a kata, a rezsi. Nézzük meg azt, hogy most hogy állunk ezekkel a kérdésekkel, és aztán majd utána innen folytatjuk, hogy az ellenzék, ha ezt a helyzetet ismerve, milyen javaslatokkal állhat elő. A húsleves 800 forintról 1200 forintra, míg a Sörmester Tányér nevű főfogás 3000-ről 3600 forintra drágult ebben a nógrádi étteremben. Az üzletvezető azt mondja, kénytelenek emelni. A húsokat folyamatosan emelnünk kell, tehát hogy azok ára nagyon megemelkedett, nem, főleg a marhahúsok, libamájat nem tudunk beszerezni sem, mert annak az ára az nagyon megnőtt. Ennél a budapesti étteremnél a napi menü 1590 forintba kerül, míg a napi ajánlatnál 4000 forintért is találunk ételt. A tulajdonos szerint, ha valóban követni az étterem az élelmiszerek drágulását, szinte hetente emelhetne az árakon. Szinte napról napra változnak a beszállítói árak, zöldség, főleg az import termékek esetében. És azt gondolom, hogy most fog begyűrűzni az is, hogy ugye az üzemanyag árakat megemelték, és a céges autók már nem hatósági áron tankolnak. Meglehetősen nagy a bizonytalanság, de összességében egy dolog szinte biztos.
mégpedig az, hogy gyorsul az infláció Magyarországon. Ezt már az ING elemzője mondja. A júniusi 11,7%-os infláció után az MNB várakozásai szerint a pénzromlás üteme júliusra még magasabb, 13-14%-os lehet, aminek több oka is van. Elsősorban két-három tényezővel kell számolnunk. Az első a népegészségügyi termékadónak az emelése számos élelmiszeripari cikket érintett. Aztán a jövedéki adó átalakítása, a jövedéki adó emelése, ez szintén inflációt élénkítő hatású volt júliusban. És a nagy kérdőjel ez a harmadik pont, mégpedig az, hogy mi történik itt az extra profit adók bevezetésével, hogyan reagáltak a vállalatok. Rossz hír, hogy a rezsijárak emelkedése szintén növeli az infláció mértékét az elemző szerint. Az ING szakértője úgy véli, ha az októberig tartó üzemanyagár sapkát a kormány nem hosszabbítja meg, akkor az infláció mértéke tovább emelkedik. Na hát ezek azok a problémák, amelyek tényleg valószínűleg szinte mindenkit a leginkább érdekelnek. Most, hogyha bemegy a boltba, akkor mennyi a kifli, mennyi a zsemle, mennyire emelkednek még az árak. Hogyha innen nézzük az ellenzéknek, erre van javaslata mondjuk az állampolgárok vagy a közvélemény felé? Javaslat van mindenképpen, tehát hogy a forrás. Megvalósítható javaslat akkor. Megvalósítható javaslat, igen. De itt szerintünk az egyik legfontosabb pont az a pénzhiány. Tehát az, hogy ilyen szintű államháztartási hiány van, az egyrészt belejátszik az inflációba, és most tényleg nem akarom rákenni teljes egészében a kormányra, ellenzéki politikusként sem azt, ami történik, hiszen az ellátási láncok, a Covid probléma mind belejátszott ebbe a helyzetbe, ugyanúgy az üzemanyagárakba. Ugyanakkor azok a típusú adhok intézkedések, mint az ársapka, akkor ez másnap délre már nem úgy néz ki, ezek nem segítenek, viszont ami segítene, az, ha végre sikerülne olyan garanciákat letenni az asztalra, hogy az Európai Uniós források elérhetőek legyenek. Itt több ezer milliárd forintról van szó, tehát hogy mind a pénzromlásban, mint az inflációban közvetlenül és közvetve is belejátszik az, hogy államháztartási hiány az olyan szintű az osztogatások miatt, amivel nem lehet már mit kezdeni. Ezért jönnek a megszorítások, és hogyha nem tudják orvosolni ezt azzal, hogy megszerzik azokat a pénzeket, akkor hát nem fog változni. A másik oldal pedig az, és ezt nagyon sok elemző is mondja, hogy rendben, de azt mondani, hogy ez a Orbán kormány kapjon EU-s pénzeket, miközben mindenki tudja, hogy szétlopják, az meg egy tévút, tehát igazából patthelyzetben van az ország, az Orbán kormánynak az egyetlen lehetősége az lenne, hogy megszerezze ezeket a pénzeket, meglátjuk, hogy tudnak-e bármit ajánlni. És mondjuk ez mennyire a választóknak, mennyire válasz mondjuk arra, hogyha bemegy a pékséghez, vagy bemegy az étterembe, vagy bemegy bárhova, és azt tapasztalja, hogy akár napról napra emelkednek az árak. Mindenesetre abba kell hagyni az inflációs kormánypolitikát. Ugye ezzel kellene kezdeni. Ha most megfigyeltük, hogy az elemző mit is mondott, hogy miért nő az infláció, vagy miért gyorsul az infláció? Azért, mert népegészségügyi adó, csipszadó emelés, mert jövedéki adó emelés, mert mi volt a harmadik? Extra profit adó, mert rezsiemelés, és hozzáteszem, mert ugye jelentős mértékben csökkentették a benzinár sapkába érintett kört is, mondjuk a vállalkozások most már szintén piaci áron, bár amit a kormány piaci árnak nevez, azon az áron vehetik meg csak a benzint. Maga a kormány csinál inflációs gazdaságpolitikát. Értjük ennek az okát, helyre akarja állítani az egyensúlyt, és nem akar lemondani egyébként azokról a kiadásokról, amelyiken keresztül a haverokat finanszírozza, plusz fölösleges kiadások hosszú sorát csinálja. Ilyen-olyan alapot hoz létre, amiből aztán a kormány csütörtök éjszakánként kihirdetett rendeletekbe, hol stadion, hol egyházi támogatás, hol határon túli támogatás lesz. Magyarán, tehát az egyes szám, ott kezdődik a dolog, hogy helyre kéne állítani a költségvetés normális szerkezetét, és meg kéne szüntetni az ész nélküli pénzszórást, mert akkor nem kellene a másik oldalon emelni az adókat. És a másik fele, én is egyetértek vele, hogy valóban egyébként pedig nagy szükség lenne arra, hogy az Orbán, hogy hozzájussunk az uniós forrásokhoz, az a rossz hírem, hogy az Orbán kormánya lenne nagyon-nagyon kicsi az esélye. Beszélünk majd egyébként erről, hogy a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban, de haladjunk már gyorsan tovább, és aztán utána ugyanis nem fogjuk folytatni, mert hogy a másik téma, ami szerintem nagyon sokakat érint, az a benzin helyzet. Ugye itt a szolgáltatók hát további ellátási nehézségekről beszélnek, azt jósolják, hogy egyre súlyosabb lesz a helyzet. Nézzük meg most, hol tartunk. Ritka pillanat az egyik nagy szolgáltató budapesti töltőállomásán. Vasárnap kora délután senki sem tankolt itt.
Az utóbbi időszakban nem ez volt a jellemző. A MOL most hozott is egy olyan belső szabályzatot, amely értelmében egy nap alatt egy autó csak egyszer tankolhat a MOL kúthálózatán akkor is, ha nem meríti ki az 50 literes maximális keretet. Közben a többi szolgáltatónál is életben vannak korlátozó szabályozások. Az OMV-nél 50 litert lehet egyszerre tankolni, a Shell kútjain maximum 80 ezer forintért lehet üzemanyagot vásárolni, a Lukoilnál pedig egyszerre csak 20 liter töltését engedélyezik. A szakértő szerint az olajtársaságok ezekkel a lépésekkel próbálják megelőzni, hogy teljesen kifogjon az üzemanyag a kutakon. Bújdos Eszter szerint ugyanis már most sem kapnak elegendő mennyiségű üzemanyagot a töltőállomások. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az árstopp feloldása lenne az igazi megoldás, ami 20-30%-kal csökkenteni a magánfelhasználók fogyasztását. Egri Gábor hangsúlyozta, a kisebb kutak helyzetét tovább nehezíti, hogy a MOL már csak a megrendelt mennyiség 50%-ának a leszállítását biztosítja az eddigi 66% helyett a nem szerződött partnerei felé. Több tucat már bezárt, és szerintem drasztikusan meg fog nőni a kutak bezárásának a száma. Ugye sajnálatos módon még a júliusi támogatásra kapták meg a kis benzinkutak, még a augusztus se látjuk. Jelenleg a kormányzat tologatja ezt a kérdést, tehát én azt látom, hogy időhúzásra játszanak. Szakértők szerint augusztus közepe lehet a legkritikusabb az üzemanyagellátás szempontjából, ezért nem tartják elképzelhetetlennek a további korlátozások bevezetését sem. Na hát szóval ez a másik probléma, ami valószínűleg szinte mindenkit érint. Ebből az ellenzék, ebből a helyzetből, ebből a súlyos helyzetből tud profitálni? Tud esetleg jól idézőjelbe kijönni, hogy meg tudja fogni az ezzel kapcsolatos dühöt, ahogy ön fogalmazott korábban? Én azt gondolom, hogy le kellene számolni azokkal a politikai logikákkal, hogy a magyar társadalomnak a kárán mondjuk egy ellenzék bármilyen politikai tőkét meg tud szerezni, mert nem ez a helyes megoldás. És én azt gondolom, hogyha egy normális országban élnénk, például egy ilyen parlamenti vitanap lehetőséget biztosíthatott volna arra, hogy egy politikai közösség összegészében valamilyen választ tudjon adni erre a helyzetre. Csak hát lehet látni, hogy nem legkevésbé sem élünk egy ilyen országban. Ez az egyik dolog. A másik ugye a megszorításnak a kérdése. Ugye a Fidesz, az Orbán rendszer görcsösen fél kimondani azt, hogy itt egy megszorítás struktúrával állunk szemben, aminek az utolsó bástyai, ugye az ársapka, az üzemanyagon is, a rezsicsökkentésnek ugye ez az átalakított verziója. És ebből is látszik az, hogy az Orbán rendszer hát nem gondolkodik rendszer szintén. Itt ugye előkerült többször ugye a klímaválság, ökológia és klímaválság tenném hozzá. Az elmúlt éveknek ez a négy válság halmaz, a menekült válságtól, a koronavíruson át egészen a háborúig, és a mostani energia helyzetig, ez mind-mind az ökológia és klímaválságra vezet. Vissza. És az Orbán rendszer nem gondolja végig, nem nyitja ki ezt a társadalmi vitát, és ez a legsúlyosabb hiba szerintem, és ebben lenne szerintem az ellenzéknek egy lehetősége, hogy végig gondoljuk az energiarendszert, amiben élünk, hogy demokratizáljuk, adott esetben társadalmi tulajdonban vegyük a nagy energiarendszereinket, mert lehet látni, hogy például ott van az MVM, állami tulajdonban van, de mégis nem tudja kiszolgálni azokat a politikai célokat, hogy a magyar társadalmat tovább segítse és megsegítse. És nem lett végig gondol rezsicsökkentésnek ez egy olyan a struktúrája téma, sem. Olyan, van még egy olyan téma, amiről mindenképpen kellene beszélnünk, mert hogy úgy tűnt, hogy ez egy olyan javaslat lehet az ellenzék részéről, ami esetleg felrázza egy picit a társadalmat. Újhely István javaslatáról van szó, aki ugye népszavazást szeretett volna az EU-tagsággal kapcsolatban indítani, de se az ellenzéki pártok közül sem az LMP, sem a DK, sem a Momentum nem támogatta a kezdeményezést. Nézzük! Népszavazással akadályozná meg Újhely István, hogy a kormány a jövőben esetleg kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Az MSZP európai parlamenti képviselője egészen pontosan azt a kérdést tenné fel, idézem. Egyetért ön azzal, hogy az országgyűlés alkosson törvényt Magyarország Európai Uniós tagsága iránti elkötelezettségéről. Újhely István szerint az Orbán kormányt kizárólag az uniós pénzek tartották az európai közösségben, vagyis ha a pénzcsap elzáródik, nem lesz, ami az unióban tartsa a rezsim vezetőit. Az MSZP a kérdésről törvényjavaslatot is benyújtana, aminek elfogadása szükségtelenné tenni a referendumot. A Momentum európai parlamenti képviselője fölösleges politikai hazárdírozásnak nevezte a népszavazási kezdeményezést. Cseh Katalin a Facebook oldalán azt írta,
ezért nem is támogatják a referendumot, miközben Magyarország uniós tagságát természetesen igen. Szerinte, ahogy David Cameron és a britek példája megmutatta, el lehet veszíteni egy megnyertnek tűnő népszavazást is, különösen válságban. De nem csak Cseh Katalin szólalt meg a Momentum soraiból, Gelencsér Ferenc, a párt vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, Pandóra szelencéjét feszegeti ez a gondolat. Hozzátette, Magyarország az EU teljes jogú tagja. Ennek a tagsági viszonynak a megkérdőjelezését bedobni a politikai aréna napirendjének kellős közepébe több mint bűn, fogalmazott. Az LMP szerint az uniós tagságról szóló népszavazási kezdeményezések jelen helyzetben irrelevánsak, felelőtlenek és átgondolatlanok. Hasonlóan vélekedik a demokratikus koalíció is. A párt az ellenszél kérdésére úgy reagált, ebben a rendszerben egy ilyen fontos történelmi ügyben népszavazást kezdeményezni, felelőtlenség, ezért nem támogatják. Na hát akkor innen indulunk, és olyannyira, hát hogy mondjam, átgondolta ezzel kapcsolatban a javaslatát Újhely István, hogy vissza is vonta a javaslatot, és hát elég élesen fogalmazott a Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy mi indokolta ezt, hogy miért döntött így. Úgy fogalmazott, hogy hamisan úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban én már a Jobbikkal együtt én megyek szembe az autópályán az ellenzéki forgalommal, és attól tartok, hogy az ellenzéki közvélemény nem érti a probléma lényegét, nem egy általunk kezdeményezett népszavazás fogja kiszakítani Magyarországot az Európai Unióból, hanem a nép szembefordulása, a hangulatának radikális megváltozása, amelyet a Fidesz évek óta mérgez és naponta szondáz, illetve a Momentumot is megszólította, hogy a komment háborúban megjelenő megjegyzés és buta érv, miszerint Újhely a Fidesz megrendelésére cselekszik, egyszerűen nevetséges, gyalázatos, méltatlan. Ha van EP képviselő, aki mindig vállalta a rendszerrel szemben való kőkemény konfliktust, az éppen én vagyok. Az engem most Fidesz-Bérencnek nevezők többsége még nem volt a politika közelében, amikor a jelenlegi hatalom privékjei már az én bábumat akasztották fel a köztársaság téren. Ezt még hozzátette, ez is olvasható volt a posztban. Szóval mindez nem azt jelenti, hogy olyan nagy béke lenne az ellenzéki pártok között, és most tegyük félre az érveléseket, ami a Momentumnak volt erre egyébként. Újhely István itt az EB-ben a egyenes beszédben válaszolt is, hanem magát a felvetés, hogy van egy ilyen is, rögtön egymásnak mennek az ellenzéki pártok egy felvetés kapcsán. Most két probléma van, amit szerintem itt nagyon tisztán látni kell. Az egyik az, hogy ugye ez jogilag értelmezhetetlen ez a kérdés. Tehát ez egy szimpátia népszavazás lenne, amit ha bárki így elmond, azonnal valószínűleg 30%-ot csökken az, hogy mennyi lesz a várható részvétel, tehát még érvénytelen is. De hogyha még tegyük fel, hogy érvényes, tegyük fel, hogy sokan elmennek, és tegyük föl, hogy valami jó eredmény jön ki, most is 80% környékén van az Európai Uniós tagság támogatottsága. Hova akarjuk még ezt javítani egy olyan szimpátia népszavazással, és ez a második probléma, ami pont azokban az ügyekben, azban a helyzetben, amikor az inflációval, a rezsijárakkal, a kata eltörlésével, ezernyi témával azért mondtam, hogy erre reagált itt az egyenes beszédben Újhely István, hogy azt mondta, hogy mire ez az egész folyamat lezajlana, annak bőven hosszú lenne a kifutása, és attól még lehet ezekkel az aktuális ügyekkel. Majd beszéljünk akkor erről, de akkor se beszéljünk egy olyan témáról, amit nem tudunk javítani, csak rontani tudunk ezen. Tehát, hogyha visszatérve arra, amit a Arató úr és Antal úr mondtak, teljes egészében egyértelmű, hogy az ellenzéknek a lehetőségei korlátozottak, és akkor finoman fogalmaztam. Nem fogjuk tudni valószínűleg tüntetések, 50-70-80 fős demonstrációk révén megváltoztatni a Fidesz akaratát, mert nem így működnek. Amit az ellenzék tud csinálni, és itt ez az a konkrét lépés, amit szerintem nagyon sokan hiányolnak, az a kármentés. Láttuk azt, hogy amikor a katás dolgok voltak, akkor a fővárosi önkormányzat bejelentette, meg más önkormányzatok is, hogy jó, mi katatanácsadással segítünk azoknak, vagy adótanácsadással. Az SZF-nél ugyanez volt, kidobták őket, az egyik önkormányzat ment a segítségükre, és így tovább. Ez az, amiben tudunk valamit tenni. Ha ebből a témából, ebből az irányból egy teljesen nonsens népszavazás elviszi a közleményt, a közbeszédet arra, hogy beszéljünk egy olyan témáról, amit mi egyébként kiolvastunk Orbán beszédéből,
Minek? Hát hol engedjék élünk? Meg, hogy ebben a pillanatban kapcsoljuk, mert hogy itt van Skype-on velünk Han Endre, a Medián ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és tudom, hogy hallgatta a beszélgetésnek az utolsó néhány percét ugye azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul ez a népszavazás ügy, illetve a politikai következményeket. A Medián egyébként korábban készített, illetve több közvéleménykutatást azzal kapcsolatban, hogy mi a magyar társadalom álláspontja az EU-tagsággal kapcsolatban. Elég egyértelműek a számok. Igen, örülök, hogy itt a műsorban idézték is, mert nem mindig volt ez ennyire világos. Ez a 80% egy jó közelítés, e körül ingadozik, tehát 4/5-ös többsége van Magyarországon annak, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak. Ezt szoktuk kérdezni, azt, hogy tagja inkább támogatja, vagy teljes mértékben támogatja. Ez a kettő együtt eléri általában a 80%-ot, és ez egy hosszú távú trend, valóban évtizedes távlatban méri a Medián. Ami újítás, ez is előfordult már korábban, hogy egy feltételezett népszavazásról kérdeztük az embereket. Ez most májusban, ezt a kérdést is megismételtük, nem teljesen a légből kapott a kérdés, úgy is volt megfogalmazva, hogy ha úgy, mint Nagy-Britániában nálunk is népszavazást tartanának arról, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból, ön mire szavazna? És ebben, ahogy említettem ezt a 4/5-ös többséget, 79% igennel szavazna. Ami, és bocsánat, itt jön az újítás. Csak közben látják is a nézők ezt az ábrát, és ugye nagyon fontos az, hogy az abban az esetben is így lenne döntő többségében, hogyha mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök a kilépést javasolná, akkor sem működne ez. Közben látták a nézők a számokat. Ja, igen, pont erre akartam rákanyarodni, hogy a 4/5-ödnek egy további 4/5-öde akkor is. És ez, hogyha kiszámoljuk, ez majdnem 2/3, tehát 64% mondja azt, hogy még abban az esetben is, és most nem akarom a sok számmal a nézőket untatni, de még a Fidesz szavazóknak is egy jelentős hányada ebben a kérdésben hajlandó lenne Orbán Viktorral szembe menni. Hát persze ez egy feltételezés, nem kéne ebbe beleélni magunkat, de azért nem teljesen alaptalan, mert az elmúlt hónapokban és években inkább kritikát hallani a miniszterelnök és a kormány részéről az EU-val szemben, mint pozitív megfogalmazásokat. Minden esetre... Amire a me... Igen? Csak azt akartam kérdezni, hogy a közvéleményt ezek szerint ez nem ingatta meg, legalábbis úgy. Nem ingatta meg, de ezzel együtt én is egy... Most ebben a pillanatban egy kicsit felelősnek érzem magam ezért a mostani izgatott állapotért, ami a politikában kialakult, lehet, hogy azért is, mert egyébként nem lenne uborkeszezon, hát hülyeség, hát nézzük meg, hogy mennyi komoly vitatható téma van, de talán ez is bátorította a politikusok egy részét, ugye az MSZP részéről Újhelyit és a jobbikosokat is, hogy látják ezeket a számokat, és azt gondolják, hogy egy jó ügy mellett mozgósítható a közvélemény is. Én pedig azt gondolom, hogy valóban őrületes kockázata van. Nem kérdeztük, hogy egy ilyen fiktív, egy ilyen feltételezett helyzetben elmenne szavazni, hiszen ma már ez is közhely, hogyha valamit nehéz előrejelezni, az a részvétel, a részvételi hajlandóság. Egy héttel vagy egy hónappal a választás előtt sem lehet erről pontos adatot szerezni. Most hogyan lehetne egy teljesen elképzelt és mindenképpen csak hosszú idő múlva esedékes népszavazás részvételét megjósolni? Na már most köszönöm szépen, szerintem innen fogjuk akkor még folytatni az elemzést. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen bármikor. És akkor nagyon-nagyon kevés időnk van, és nagyon szeretném, hogyha reagálnának arra, amit elhangzott, mert sok fontos információt hallottunk. Bocsánat, erre muszáj reagáljak, mert
igen, nem akarom a közöttünk lévő szimpátiát lerombolni teljesen, de abszolút másként van ez a helyzet szerintem, tényleg nagyon gyorsan mondom. Ezeket a számokat Orbán biztos tudja, ennél pontosabb számokat is. Hogy akarná kiléptetni az Unióból a Magyarországot? Teljesen logikátlan. És itt egy másik dologra szeretném felhívni a figyelmet, és ezt a vitát szerintem érdemes lefolytatni. A hazai liberális ellenzékkel szemben, vagy az ő gondolataikkal szemben Orbán sokkal jobban be van ágyazódva az Unióba, semmint azt kimerik mondani. Az Európa erődöt átvette az Unió, ugyanazt a rasszista menekült politikát folytatja a Frontexen keresztül az Unió, amit Orbán elvár. Bocsánatot kért Bécsben a rasszista kijelentésért és a fajelméleti kijelentésért? Nem. Benyújtotta a számlát. Várkapitány vagyok, ezt nektek kötelességetek eltűrni. Innen kell az ellenzéknek egy új Európa politikát kialakítani, és nem abban gondolkodni, hogy az Unióból kiviszi a Orbán. Nem fogja kivinni, és az Uniót fogja szétrontani, és ezzel kell az ellenzéknek alternatívát állítani ezzel kapcsolatban. Hát nagyon-nagyon sajnálom, de elszaladt a műsoridő, pedig szerintem rengeteg mindenről tudtunk volna még beszélni, és ígérem, hogy folytatjuk még ezt a vitát, mert szerintem nagyon-nagyon fontos volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, holnap a szokásos időben 3-4-9-kor a mai témában újra találkozunk. Szép estét, viszontlátásra!